Igen, ez én vagyok. Urban Habja. Most biztosan azon tűnődsz, hogy kerültem ebbe a helyzetbe. Régen megvolt mindenem. Egy gyönyörű hobbit ház. Borászat. Egy fullos feleség, a második leggyakoribb szlovák női névvel. Krisztina. Egy rendes fiam, aki a baleset után minden kínos beszélgetésből úgy szaladt el, mintha kergetnék. Meg volt egy lányom is. Azelőtt a szüleimnél laktunk, de amikor a fater az asszony repethajú klotyó-lotyónak hívta, aki a second hand turkáló mögötti kukából vette a kendőjét, el kellett jönnünk. Locsindole egy borászati paradicsom volt. Liter számra dőlt a bor, a buli és a lé. Sajnos ellenséget is sikerült szereznem. Szilveszter Bolebruch, a helyi pénzes nagyhatalom. A nőmet akarta, és a fejemet. Többször is keresztbe tett, és forrófejű fickóként én is visszavágtam az egyetlen eszközzel, amit ismertem. Az öklömmel. Közben beléptem egy borászati egyesületbe. Ott volt Olived Eljeljevka, hűséges barátom, aki imádta a családját. Tomasz Livnyicki egy becsületes ember, de sajnos a fia František halálát és az unokája férjez adását már ő sem élte túl. Ott van még Nyeres is, aki egyben valamiért a postás is, és Wendel Babinski, aki nem politizál, de azért indult a választásokon ellenünk. Bolebruch magyar üzlettársa felkoppintotta a Slivnyicki lányát, amit a lány bátyja udvariasan számon is kért rajta. Minden szép és jó volt, egészen addig. Jöttek az adósságok, háború, szegénység. Amíg a fit férfiak csatáztak, otthon a nőiket kérők ostromolták. Oliver felesége össze is jött egy jóképű ördöggel. Bolebruch pedig a feleségemre pályázott, és le akarta kapni a sustnyásban. De Krisztina kicselezte, és ellopta a kocsiját. Télen a mama rájött, hogy nincs otthon kaja, úgyhogy átugrott hozzánk. Kiderült, hogy mégis létezik olyan erő, ami megállíthatja a mamát az unokái tömésében. Ready, fight! Mikor a háború véget ért, minden visszatért a régi kerékvágásba, azzal a kivétellel, hogy minden megváltozott. 7 évvel később a falu polgármestere lettem, fiam Marek pedig agrármérnöknek tanult, és beleszeretett az ős ellenségem lányába, Luckába. Apám meghalt, gazdasága felét pedig Marekra hagyta. Később kiderült, hogy valaki 2 milliót elsikkasztott a kasszából, és az egyesületünk volt érte a felelős. Jött a revízió hozzám is. Oliver közben beköpte, hogy Pancsuha is tart otthon bort, aki ezt egy igazi dráma királynő módjára viselte. Krisztina meghalt. Én pedig a napjaimat csak a bornak szenteltem. Így kerültem most ide. Egyedül, kisemmizve egy eladósodott telken. Csak annyit mondok, a bor és a létremászás nem jó ötlet. Marek legalább megkapta a lányt. Egy percre pontosan időzített levél érkezett meg Lucka esküvőjére, amiben megírta, hogy mégis szereti. A lány ennek megörülve felugrott egy kocsira, és megszökött Marekkal. Az élet kereke körbe-körbe jár. A fiú felnő, csalódást okoz a szüleinek, majd éli boldogan életét tovább.
Így volt ez ezelőtt, és így lesz ez ezután is.